Beszéltek emlékszek, és bizonyára ti is már nagyon-nagyon sokat gondolkoztatok azon, hogy milyen lenne a tökéletes futballjátékos, kikből tevődne össze, és milyen tulajdonságokkal bírna. Na, most mi ebben a videóban pontosan erre a kérdésre próbáljuk megtalálni a választ, nyilvánvalóan a FIFA 18 berkény belül maradva. Úgyhogy tartsatok velünk, és nézzük meg! Na, úgyhogy... hát figyelj, én biztos, hogy Doncaster Rovers-en leszek. Wolverhampton? Legyen! Mondjuk. Figyelj, legyen! Tudod, mit legyen? Így jó is lesz. Jó, tökéletesem ez. És mehet. Igen, nehogy beállítsam. A támadása. A támadásom önmagában egy csalás, lássuk be. Nincs egy másik csatár? Egy 59-es. Oké, nyertem, Boti. Nyertem. Oké, figyelj, nyomjuk! Ából videókat csak eszembe, egy ilyen feladat, érted? És... Jó, de neked 99-es passzolásod van, úgy könnyű. Jó, te meg közelebb vagy! Mi ez? A kapukat... Itt a csodálatos... Szolomon szigeteki őslak... Hoppá! Hoppá! Ajaj! Hello, Boti! Hello! 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 Nem, miért annyira oda? Jó! Tökéletes támadásvezetés! Az a jó! Nézzek, legalább láthatjuk egymás mellett ezt a kettőt, és a név a hátán. Az a jó velük, hogy tök mindegy, mit csinálsz, valahogy kijön jól a végén. Igen. És utána megnyomod bárhogy a lövést, és gól. Ne kérdezzétek meg egyébként, hogy miért a Doncaster csapatába került be ez a két frenetikus úriember. Muszáj volt. Ez volt az egyetlen logikus lépés. Igen, sehova máshova nem tudtam elképzelni. Két ilyen játékos. Nem igaz, duplázott. Ne húzd magadra a bíztet. Ne húzd meg a bízt bajszát. Bízt az egy koszovói vadállatjátékos egyébként. Tudományos szakmegnevezéssel. Nem lehet egyébként. Lepasszoljuk. Na a bíztet már ki tudja fogni. Kettejük közül az alacsonyabbik játékos. Most ne nevezzük nevét. Szóval neki egyébként nem lehet, őt nem lehet leszerelni, mert odalépsz, és mellé lépsz, nem tudod eltalálni. Ez egy axióma, Boti. Oximoron. Na? Nem! Azt hiszem... Most kérném a számot, az álmodtam egy világot magamnak. Szóval lehet, hogy nem választottam eléggé aránytalanul erős csapatot. Figyelj, lehet. Most már bennem is felvetődött ez a kérdés. Igazából így látsz cseleket ezektől a játékosoktól, amiket még így soha nem láttál korábban. És nem is kell hozzá gombot nyomni, megcsinálják ők maguk. Azt a leszerelted? De ez nem ő volt. De. Nem. 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 Ez mi csak a frász? Egy tök átlagos játékosod volt. És azzal ennyit tartottam a labdát? Azt hittem, hogy ez ő. Ne! Gól. Ez a fordulásból, megállásból fordulásból. Benne volt, lássuk be, benne volt. Benne volt, persze. Mindegyikben benne van, amit ők rúgnak. Na új, pedig ez jó fejes volt, és mástól. Nem ismétled el még egyszer? Figyelj, egyébként, hogyha valamelyiké át kéne változnod, melyik véglet lennél inkább? A Beast egy ilyen masszív, markáns, karakán ember, akitől mindenki fél, vagy egy ilyen kis okos megoldásokra törekvő sajtkukac. Miért pont ezt a szót használtad? Hát nem olyan. Ne. Na, mindegy. De akkor egy Ed Sheeran arccal megáldott sajtkukac. Na, melyik lenne, Boti? Muszáj válaszol. Nem tudom. Ez egy lehetetlen kérdés. A kettő közt, mint amilyen vagyok is. Pont a kettő közt. Az nagyon csúnya volt. Mi? És nem szabály. Mi? Labda.
Ne! De az, hogy neked a közeledben van ez a játékosod, ez azt jelenti, hogy az enyém onnantól kezdve. Mi ez a játékos? Nem is akar, megmondom neked mi. Nem is ez egy kerületi támadás semmi. Ez a játékos. Tény, kijelenthetjük, hogy Obi-Wan Kenobi lenne a legjobb kapus. Te, jó, nem, igazából akár Yoda lenne a legjobb kapus. Ebben biztos vagy? Nem. Előre tudja a meccs vége. Na, az lehet viszont, hogy előre tudja, hogy mikor fog jönni a labda. Én nem tudtam előre. Jaj! Annyira tökéletes! És megérkezik a koszovói... Gorilla. Gorilla szelidítő. Nem, ő maga a gorilla. Kelj föl! Nincs már se reményünk! Jó, de még ott van a Beast, de azért érzed a különbséget. Más kaliber. Más kávéház. Egyébként a Salomon szigetekinek a védekezése is. Minden 99? Azt hiszem egy darab van, ami 30. Az agresszió, nem? Nem. Az 99. Az agresszió is 99-es? Aha. Nem hiszem. De. Nézd meg. Nézd csak meg. Az agresszió. Hogy lenne már az agresszió? 89. Mondom, hát... De miért csak állott? Pedig valószínűleg a helyezkedése is 99-es. Blokkolni tudtad, Boti? Nem. Hoppá! Nem. Nem. Ne. Jó, figyelj, túl szép lett volna, hogy igaz legyen. Hol? Ja, rá, küldöd. Hát, hogy a franc? Hogy a viharban, ne, Boti? De Beast el. Jó, figyelj, legyen egy lövése Beastnek is. Honnan kéne? Hogy? Hát ez nem volt túl jó. Ez nagyon rossz volt. Legyél a Chelsea-vel! A Chelsea? Nem a Chelsea. Liverpool? Leszek Liverpool. Liverpool? Leszek a Liverpool. Jó. Így jön, ez jó? Hát nem tudom. Már egyik. Milyen borús. Egy borús Doncaster-i délután 5 óra. Új, Azt hittem első. És levágódott, hát bement volna amúgy. Ajj, pedig érkezett már a Beast. Ne. Hallod? Muszáj rá küldenem, mert ha még az elején tudok egy gólt lőni, akkor lerontom a csapat morálod. A valószínű. Mint te. De ezt miért így lőtte? Miért így lőtted? Nem. Nem így lőttem. Ő lőtte így. Na, ilyen, amikor bíztál mögötte. Ne! Nem hiszem el! Rossz felé toltam meg ezt az egész Sacramentót. És te jössz? Hát, hogy létezik? Les onnan? Volt. Les volt. Les volt? Hogy lett? Nem lehet ő. Ne! Ne! Igen, nem hiszem el! Mi? Ez a rohadt Williams, hogy ki a frászol. Közel az első gól? Ne! Nem! Hogy? Ez a Beast, ez nagyon béna. Ez nem is ők voltak, nem? De, aki utólag rárúgta még egyszer, az ő volt. Ja. Nem, igazából egy kis cséplőgép. Egy csép hadaró. Nem, tudod mi? Egy varrógép. Miért? Mindent szétabál. Mint a varrógépek általában. Ajaj.
Jó! Ebből is látszik, a futball egy csapatjáték. Az abszolút csapat. Figyelj! Valaki aládolgozik, valaki befejez. Mindenkinek megvan a szerepe. Ó, kísérült le. Mindegy. Ez egyszer meglódul. Jó! Nincs egy állás. Ez a test egyszer eléri a vége az utazó sebességet. Akaratot, akármi jöhet. Szembe mehetne egy vonattal, akkor a vonat siklana ki. Lehet legalább. A vonat is. Indulj. Jó. Á, a második felidőre. Jó. Nagyon szép. Ne! Mi a frász? Egy pontatlan lövés. Örülj csak. Sokkal többet védett például a kapusom, mint a tiéd. Ezt tudod, mit bizonyít? Sokkal többször lőttem kapura. Nem. Majdnem szereztem egyet a nem brutális G.I. Joe játékosokkal. Csak hogy tudd. Én is. Jó, de a különbség az az, itt Boti, hogy neked csak olyanjaid vannak, nekem meg van kettő olyanom. Szóval nekem igazából sokkal nehezebb dolgom van. Jó, persze, mindjárt kihozott, hogy te voltál az esélytelenebbik. Hát figyelj, hogyha úgy vesszük. Ne, figyelj, hát... Nem lehet úgy venni. De, Boti, hát... De van figyelj, nekem, neked bárkihez kerül a labda, azt mondod, na ez egy tök jó játékos, csináltok vele akármit. Nekem kereskedelnem kell. Ez nem jó. Nem is rossz. Most... Ki se jön a kapusról? Figyelj, most már nagyképű vagyok. A 93. perc. Jó, nagyon ügyes vagy, tényleg. Küldj el a francba, gyere, mondd ki! Menj a francba!